Találtál valamit? Oké, találtak valamit, igen. Hello mindenkinek, Ryder vagyok, visszatértünk az Apex Legends sorozatunkhoz. A mai epizódban, ha minden jól megy, akkor nem fogunk mással, mint Lifeline-nal játszani, a supporttal. De előtte még a másik két csapattársunk választ, és ahogy elnézem, az első választásunk Bloodhound lesz, a második választásunk pedig Lifeline. Szóval nem fogunk mással játszani, mint Bangalore-ra. Ilyen egyszerű a dolog. Így megy ez. Így megy ez itt erre fele, hölgyeim és uraim. Jól van. Megint én vagyok a Jumpmaster, ez már a harmadik próbálkozásom, hogy felvegyem ezt a videót, ugyanis voltak lagos problémáim, és megint én vagyok a Jumpmaster. Jól van, na most ugorjunk is bele a meccsbe. Valószínűleg nem mi leszünk a championok, és nem mi lettünk a championok. Úgy van. Na most, mivel mi vagyunk a Jumpmasterek, mi döntjük el, hogy hova akarunk leugrani, viszont meg tudjuk azt is mondani, hogy igazából nem, mi nem akarunk semmiféle ilyesmit, és akkor más döntse el az ugrást. Igazából menjünk inkább oda. Menjünk oda messze, ahova Lifeline ajánlotta, hiszen az messzebb van, mint bármi más, és egyszerűen kevesebben esznek a dropshipbe, tehát hogyha kevesebben esznek a dropshipbe, gyorsabban, könnyebben tudunk lootolni, mielőtt tűzhazba keverednék. Ugyanis a játék nagy része abból is áll, menjünk inkább ide. Oké, mások is jönnek errefele. Talán egy picikét. Szóval, hogyha minden kevesebben leszünk, hanem ez nem kéne szétválni teljesen. Jó, most akkor. Oké. Ezt mindent csináltunk, csak azt, amit akartunk volna, nem. Zsenik, bazd meg. Zseni veszett el bennünk, semmi gond. Semmi gond. Szóval a képességeink, hölgyeim és uraim, a passzívunk az az, hogy amennyiben lőnek ránk, gyorsabban szaladunk, ami nagyon jó, ami hihetetlenül jó ebben a játékban, hiszen a játék ugyebár nagy részben a mobilitásról szól, és egyszerűen erre szükségünk van. Sokkal jobban, mint egy falat kenyérre. Ezen kívül a kunk gyakorlatilag füstbombák, illetve az ulting az pedig egy gyönyörű kis bombázás. Jól van. Na most van egy hemlockunk, illetve van P20-20-unk. Ezzel azért el lehet indulni, hát ha csatában nem is, de legalább valameddig el lehet indulni, és dolgot lehet velük csinálni. Elméletileg a problémánk az, hogy egyszerűen túl... Miért nem tudom ledoppolni? Ja, jobb kell doppolom, mert jó. Egyszerűen a problémánk az, hogy túl kevesen vagyunk, túl messze vagyunk egymástól, és igen, úgy van, a mi kis moonunk, ha jól láttam, ezt nem tudom használni, akkor teljesen mindegy. Ha jól láttam, akkor saját magának el van módon, teljesen máshol van tőlünk. Ami, hát problémás, tehát szerintem ezt nem kell különösebben leírni, hogy miért problémás. De hát ha attól még jól ki tudjuk hozni a dolgot. Jónak ki tudjuk hozni a dolgot. Oda kellene menni hozzá, az lenne a legjobb, hogyha oda tudnánk menni. És nem így harcolnak, hogy ő magába, mi pedig itt magunknak. Mert igazából az csak kívánja a bajt. Tehát, hogy az csak kívánja a bajt, és nem ezt kellene csinálnunk. Nincsen gránátunk, oké, semmi baj. Semmi baj. Lehet, hogy teljesen rossz helyen járok, és igazából nem kellene errefele menjek. De még lehetne rosszabb is. És igazából itt még nem járt senki, hiszen ez meg lett volna lootolva. Azt szerintem nyilvánvaló mindenkinek. Remek. Remek, 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 remek. Oké.
Megyek. Megyek, sajnos nem igazán tudok itt átmászni a kibaszott kanyonon. Miért? De miért? Oké, valakit kinyírt, ügyes volt, de... Ügyes volt. Wow! Damn son! Damn maximum! Te aztán nem szarral gurigázol. Egész bandát kinyírtad, mi? Ez azt igen. Oké. Szóval a közelben. Ahogy látom... Oké, mindenki megy. Mindenki érkezik odafele. Mindenki érkezik szépen idefele. Tudjuk használni ezeket a lufikat, hogyha netán felszeretnénk, nagyobb távokat szeretnénk utazni. Szóval igazából ilyen szempontból nem aggódok azon, hogy messze van a ring, hiszen egyszerűen beérjük. Beérjük majd szépen. Shotgununk nincs, tehát igazából arra nem keresünk semmiféle eszközt. Oké. Okay. Viszont most már együtt van végre a csapat, és hogyha ezen átugrannak Bangalore-ról, akkor még örülnék is neki. Oké, okay, azt csak mi van itt? Standard stock, nagyszerű. Már is sokkal jobban állunk. Már is sokkal jobban állunk, mint ahogy eddig álltunk. Egy pár fraget elvehetnénk nyugodtan. Oké. Okay. Így most már bőven jó. Mennünk kellene. Kb. Valószínűleg meg tudom pingelni ott ezért. Valószínűleg meg tudom pingelni. Remélem, hogy megértik, hogy oda kéne menni, és onnan pedig tovább haladni. Ez a cél. Itt van a gyerekek. Menni kell. Tudom, hogy finom dolog a loot, de menni kéne. Menni kéne, gyerekek. Nem itt kéne játszani gyűrűset, jó? Szóval nem itt kéne játszani gyűrűset. És hogyha a többiek jönnének, akkor még boldog is lennék. Igazából ezt az ugrást teljes mértékben úgy, ahogy van, elbasztam. De semmi gond. Semmi gond, hogy tudunk tovább haladni. Többiek pedig mit csinálnak? Mit szórakoztok a gyűrűben? Ez körben, bocsánat. Az a baj, nagyon-nagyon rossz helyen vagyok itt én egyedül. Hiszen, bár bent vagyok a... Hát nem vagyok még bent a biztonságos területben, de majdnem. De egyedül vagyok, és ugyebár azt nem szeretné... Ezt nem szereti senki. Oké, hogy állunk? Van még mit hova mozogni. Van itt még hova mozogni, és igazából a többieknek is. Valószínűleg túl fogják élni. Nem most húzd le az ultidat? Jó van. Hát ez a legérdekesebb videó amúgy. Valaha. Ahogy szaladunk és rohanunk a gyűrűért. Vannak szélingáim, szóval rendben leszünk, ha túléljük. Ha túléljük a gyűrűt, valószínűleg a többiek is túl fogják élni, csak túl messze vannak tőlem. De egyszerűen be fogom őket válni, ez az a terv. Hogyha odaérek, akkor egyszerűen bevárom őket. Már csak 9 squad van, az még 25 ember. Az már nem olyan sok, az már nem olyan vészes. Oké. Okay. Oké. Okay. Hílelünk. Hílelünk és bevegyük a többieket. Ez a terv. És hogyha mindenki beérkezett, sajnos nem, akkor igazából haladhatunk tovább. Jó? Lifeline itt van. Ez az! Heal me, Mami! Láttam volna valamit, de lehet, hogy csak rosszul láttam az egészet.
Hát erre kell menjünk, igazából sok más választásunk nincs. Csak az, hogy errefele megy. Oh, God damn it! Ez is God damn it, hogy megint másfele megy mindenki. God damn it, 2, hogy belenyúltam a mikrofonomba. God damn it, 3 pedig az, hogy az előző videóban is itt jártunk. Hát most senkit nem érdekel, hogy bent vagyunk a gyűrűbe. Igazából miért is érdekelne bárkit is. Hiszen van nálunk egy nagyszerű kis support. Aki majd csak rendbője a kis kúját, és egyből semmi bajunk nem lesz. Az lesz a legjobb. Azok lesznek a jó idők, majd meglátjátok. Van egy csomó gránátunk, túl sok is talán. Nem, nincs itt mindenki, szóval... Remélhetőleg ide jönnek mások. Mások alatt Lifeline-ra gondolok, aki nekünk igazán kellene. Mentsák, nem vagyunk csak 19, mert nem olyan sok. Oké, egy kis Heldron, az kellene nekem úgyis. Ez az, szúj meg, ez az. Sehol nem látunk senkit. Ami hát nem a legjobb. Viszont errefele lövöldöznek valahol, azt tuti. Valahol errefele nyílik el ki egymást. Ahogy azt Bloodhound nagyon jól kiszagolta. De igazából nem is Bloodhound lenne, hogyha nem szagolná ki. Szóval... Csak teszi a dolgát. Csak teszi a dolgát. Ebben valószínűleg nem lesz nekünk semmi hasznos. Úgy van. Oké, valahol itt lövöldöznek errefele. Ezért túloldalán. Kb. A hegy túloldalán. Nem tudom, hol megyünk. Én igazából csak követem Max-et. Mert annak ellenére, hogy össze-vissza megy, és én voltam a Jump Master. Nem igazán hallgat rám. Oké, okay, mi ez? Ó, nagyszerű. Valószínűleg innen fognak jönni a többiek valahonnan. Hát, hogy ott hallottam a lövöldözéseket, ott hallottuk a lövöldözéseket, szóval valahonnan innen fognak jönni, amiért ez pont egy tökéletesen... tökéletes hely lenne ez itt nekünk bevédeni gyakorlatilag. És innen kilőni minden rossz arcot. Hiszen itt van egy köpésre a gyűrű. Igaz, hogy pontosan innen kell jöjjenek, de ott lövöldöztek valahol. Egyszer meg tudom, miért lagol ennyire. A hangom a videóban, amit valószínűleg nem fogok annyira hallani, legalábbis remélem. Mert borzasztóan rosszul hangzik. Oké. Okay. Észemről ez ennyi volt. Hiszem, ez az itt levés, ez ennyi volt. És a maradék... lövöldöznek valahol. Valahol arra fel, de ezt többiek is hallották. Ugye bár ők sem vigyék, abból indulunk ki. Bár nem biztos, hogy abból kellene kiindulni. Szóval... Ne felejtjük el, hogy a Hemlockunk az nem autótüzelésen van. Tehát erre is figyelnünk kell majd. Oké, hát csak ketten vannak, szóval ezt még talán meg is tudjuk nyerni! Valószínűleg ott lesztek azon belül. Meg is talán meg tudom pingelni valahol itt. Talán valahol itt lesznek. Én így füleltem ki, nyilván mindenkinek van saját füle. Saját bejárató füle, meg műle. Tehát, hogy ezt mindenki hallotta. Többé-kevésbé. Miért is ne? Mondhatni? Hát, nagyjából mondhatni, de igazából nem feltétlenül rossz gondolat. Azt mondani, hogy Lifeline, igen, az egyik legjobb hős
megnyerés szempontjából. Ugyanis mi Lifeline képessége? Lifeline képessége az, hogy nekünk, nem, bocsánat, nem kell. Nem kell. Szóval nekünk cuccokat adnak. És ez miért jó? Ez azért jó, mert szépen lassan mindenféle különböző lootokat kapunk, és egyre jobbakat. Tehát lassacskán szépen fel tudunk fegyverkezni. Oké, ott vannak, arra figyelnék, hogy ott legalábbis voltak. Ebben mindenki látja. Igazából ezért én és rajtam kívül senki nem les aktívan, hogy hol lehet az ellenség. De nem baj. Mivel már csak hárman vagyunk, három squad van, azaz maximum 9-en vagyunk már csak. Mindenki szépen el van bújva. És különösebben senki nem harcol. Tehát valószínűleg mindenki arra vár, hogy a gyűrű összemenjen. Ami teljes mértékben jogos. Teljes mértékben jogos. Én is arra várnék, hogy a gyűrű összemenjen. Igen, ezt pingelték meg, hogy itt az, hogy itt van a dolog. Hát arra valószínűleg már nincs szükségünk. Azt mondom, hogy a sniperünk nincs, tehát igazából, hogyha itt harcok lesznek, akkor nem tudok sok mindent csinálni vele. Vagy egy olyan rendes sniper rifle-unk nincs, amit használhatnánk idővel. Jól van. Eltanom zárni az ajtót. Valószínűleg innen jönnek a legkevesebben, amit nem hinném, de... Oh. Találtál valamit? Oké, találtak valamit, igen. Fent vannak a többiek is, nem? Oké, jön a gyűrű. Bocsia, bemegyünk? Nem megyünk be? Bemegyünk. Nagyon-nagyon bemegyünk. Oké, nagyon-nagyon bementünk. Nagyon-nagyon bemegyünk még. Három squad van. Nem lehetek túl felkélni. És akkor minden rendben lesz. Mindenki hílel, ahogy csak tud. Mert hát igazából más lehetőségünk nincs különösebben. Oké, többiek be tudnak még jutni. Gyerünk Max Moon. Gyerünk, húzzál bele. Ó, bassza meg. Bocsánat, ő megvan. Ezért nincs meg. Ez stresszes meló. Már csak két squad maradt, ők meg mi. És úgy kellene őket megtalálni. Kijött a stressz Bangalore-ra, maximum. Ah, igen, nyomba kell tartani. Jó. Jó. Szedd össze magad, ember. Kilútoltál mindent is, mi? Az a baj, hogy mennünk kell előbb-utóbb. És nem fogunk tudni csak itt áldogálni, és így örülni magunknak. Mert... hoppá, lövöldöztek. Oké, látom. Csak hogy ők is látnak minket! Ha mi látjuk őket, akkor ők is látnak minket. Ki gondolta volna, mi? Csak ketten vannak, jól látom? Oké, mi van a package-be?
Fel tudom tenni valamire? Nem, oké. Okay. Akkor erről ennyit. Itt a faszát vesz, egyszerű. Ó, oh, remek. Remek. Idő van. Miért? Miért nyomtam át? Miért hagytam single-on a fegyveremet? Miért? Azon kívül, hogy aztán veszítsünk. Azon kívül miért hagytam ott a fegyveremet? Jó, hogy és mert nem tetszett a mai Apex Legends videó. Ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen az rengeteget segít, valamint hogyha gyakorlatok a csatornán, akkor én azt jelentem, hogy gyertekezzetek fel még több Apex Legends tartalomért. Redder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!